10 főben határozatképes. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Ági Csantal és Csúcsa István képviselőket. De kérem, hogy az előterjesztések, illetve a jegyzőkönyv készítésénél a bizottság ülések összefoglalói szerepeljenek majd a dokumentumban. Kiegészítésekkel javasoljuk a napirendi pontok elfogadását, 2 kiegészítő nyitványon, 1 létszámstopp feloldási kérelem, és 1 megítélt közösségi támogatás, nem is egy, hanem több megítélt közösségi támogatások felhasználásának meghosszabbításáról szóló kérelem. Ezekkel a napirendekkel javaslom ezekkel a kiegészítésekkel javaslom a napi rend elfogadását, aki egyetért vele jelezze készfeltartással. Egy hangulat elfogadtuk. A létszámstopp feloldási kérelmet a bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanda. Csúcsia István. Farkas Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Kerdicsi Ülés. Malackó István. Igen. Vaslaki Judit. Igen. Vejmola István. Igen. Bukov Máté. Igen. 10 igenek hangzó. A közösségek által megfogalmazott egyedi hosszabbítási kérelmek helyett egy általános döntést javasolt a bizottság. Azok a közösségek, amelyek nem számoltak még el, vagy nem használták fel a forrást december 31-ig, hogy elszámoljanak. Név szerint szavazunk. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Csúcsia István. Farkas Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Gergicsi Ülés, Malackó István, Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, Lukov Máté, egyhangú 10 igen. A kézfelemüléssel szavazunk majd a beszámolóra a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidei határozatok végrehajtásáról. Az irányba kiküldött anyagot a bizottság ülésen szóval is kiegészítettem. Ehhez egy kiegészítést tennék még, hogy örömmel beszámolhassak arról, hogy a Kisvalda utca járdaépítése megtörtént, és a orvosi rendelőtőpark kialakítása is készen van. Van még feladat, mert a vízelvezetéssel és az árok profilozással kapcsolatosan még lesz dolgunk. A polgármester hivatalnak is, illetve remélem, hogy a kivitelezett cégnek is. Egyébként aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Egyhangulag elfogadjuk. Beszámoló a szavazat, számoló bizottság tagjainak megválasztásáról, készfeltartással szavazunk. Bocsánat, egyetlen egy kiegészítésem, mert az anyag lezárását követően még egy valaki jelentkezett, Kajárszki Tiana, Dobó Katica utca 56, kérném, hogy őt is tekintsétek úgy, hogy benne van mindenki, aki jelentkezett e-mailen, telefonon, mindenki szerepel ebben a listában. Úgyis a jegyzőasszony fogja a választást megelőzően beosztani, hogy ki melyik szavazókörbe fog. Én nem a telefonon jelentkezték. Hát telefonon jelezték, és aztán írásban megerősítették. Ez a lényeg, nem telefonon intézkedik. Nem, csak érdeklődőkre is két felemeléssel szavazunk, aki egyetért az előterjesztéssel jelező készfeltartással. Egy hangulag elfogadva. A 2021 évi költségvetési rendelet módosítását is tárgyalta a bizottság. Elfogadásra javasolják, név szerint szavazunk. Magvány, igen. Ági Csanda, Csúcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergicsi Ülés, Malackó István. Igen. Vaslaki Judit, Vejmola István, Lukov Máté, 9 igen, 1 tartózkodás. Köszönjük szépen, a közösidei beiratkozás 2022-23-as nevelési évre. A Szociális Bizottság támogatja, a készfeltartásra szavazunk, aki elfogadja, jelezze. Egyhangulag elfogadtuk. Ugyanez az óvodai beiratkozásra vonatkozva. Az Oktatási Bizottság támogatta, készfeltartással szavazunk. Van-e kérdés? Ha nincs, aki elfogadja, jelezze. Egyhangulag elfogadjuk. A polgármester szabadság tervének jóváhagyása, a bizottságot tárgyalták, elfogadásra javasolják. Készfeleméssel szavazunk, aki elfogadja, jelezze.
9 igen. Tartózkodás. Ellenszavazat. 1 nem. Köszönjük szépen. 2022. közbeszerzési terv. Pénzügyi bizottság tárgyalata elfogadása javasolja a készfeltartással szavazunk. A TVC Kft. Végelszámolásának lezárása. Itt azt kérem, külön-külön szavazunk a... 1-es. Hány? 6? 6, igen. Az 1-es számú. A képviselő testületi határozat. Jól szavazunk. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csurcsia István. Farka Zsuzsanna. Tartózkodás. Füle Zoltán, Gergi Csillés, Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, Bukov Máté, tartózkodni. 8, igen, 1 tartózkodni, 2, bocsánat. Az előterjesztés szerinti 2-es határozati javaslat. Hoffmann Pál, igen. Ági Csanta, igen. Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, igen. Füle Zoltán, igen. Gergi Csillés, igen. Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, igen. Bukov Máté, igen. 10-1 hangú, igen. 3-as számú testületi határozat van a rendben. Hoffmann Pál, igen. Ági Csanta, igen. Csurcsia István, Farka Zsuzsanna, igen. Füle Zoltán, igen. Gergi Csillés, igen. Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, igen. Bukov Máté, igen. 10 igen, 1 hangú. A 4-es számú a könyvvizsgálattal kapcsolatos döntésünk. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csurcsia István. Igen. Farka Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Gergi Csillés. Igen. Malackó István. Igen. Vaslaki Judit. Igen. Vejmola István. Igen. Bukov Máté. Igen. 10 igen. Az 5-ös számú döntés az iratlanjog megőrzésre vonatkozik. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csurcsia István. Igen. Farkas Zsuzsanna, igen. Füle Zoltán, igen. Gergi Csillés, igen. Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, igen. Bukov Máté, igen. 10 igen, 1 hangú. Karinás Margit végre számolt is sikerült felmentést. Hoffmann Pál, igen. Ági Csanta, igen. Csurcsia István, igen. Farkas Zsuzsanna, igen. Füle Zoltán, igen. Gergi Csillés, igen. Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, igen. Bukov Máté, igen. 10 igen, 1 hangú. Kérem, hogy jelenjen meg a bizottságban is elhangzott köszönet a TVC egyik működésével, a TVC munkatársaival és a felegyűzöttségben résztvevők nevéből. Következő közfoglalkoztatási terv. Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasoljon, név szerint szavazunk. Hoffmann Pál, igen. Ági Csanta, Csurcsia István, igen. Farka Zsuzsanna, igen. Füle Zoltán, igen. Gergi Csillés, Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, igen. Bukov Máté, igen. 10-1 hangból, igen. Az egyedi támogatási kérelmek a Regőrzésen Alapítvány támogatás, 500 ezer fontos támogatási döntése mellé a bizottság javasolta. Pekárné Kovács Judit családjának támogatását is 250 ezer forint összeggel. Aki egyetért vele, igen. Lehet egybe. Menjen egybe. Hoffmann Pál, igen. Ági Csanta, Csurcsia István, Farka Zsuzsanna, Füle Zoltán, igen. Gergi Csillés, igen. Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, igen. Bukov Máté, igen. 10-1 hangú, igen. Mindig bölcső, de... Már teljesen egyben? Hogy akkor a tűzkárt. Minden másik kérdés. Mindenki így értette? Akkor, hogy a 100 ezer forint támogatás és a magas házi hospice. Tehát akkor minden egyben meg volt most. Tudom, hogy bármi ezt is értékük. Tehát mindig bölcső, de ezt beszélési ajánlatainak elbírálása, illetve a eredménytelen nyilvánítás és mellette az egyedi felhatalmazás. A felhatalmazás az egyedi beszerzésekhez bizottság tárgyalta, és név szerint szavazunk. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csurcsia István. Igen. Farka Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Igen. Gergi Csillés. Igen.
Farackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Vejmola István, igen. Bukov Máté, igen. 11 főnök, köszönöm. Csépi úti járdaépítés anyjeleknek elbírálása, a Csépi út főutca és Földe utca közötti szakaszon elégzendő járdaépítés munkák elvégzésében legalacsonyabb nettó 34.882.000 forintos ajánlattevőt, a Vitép 95 Kft-t javasoljuk megbízni a munkával. Pénzbizottság tárgyalta, név szerint szavazunk. Hoffmann Pál, Ági Csantor, Csúcsia István, Karka Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergi Csillés, Malackó István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Bukov Máté, 10 igen, 1 hangja. Az új típusú települési terv készítésére kiírt pályázat elbírálása. Itt három pontból áll az előterjesztés. Egyrészt felbontjuk a korábbi szerződést a Bauer Tervező és Tanácsadó Kft-vel, másrészt a megalapozó vizsgálat módosítása, meg az alátámasztó javaslatok és település tervek elkészítése témájában a benyújtott ajánlatokról döntünk. Az eljárás nyertesének 8.200.000 forint értékben a Bauer Kft-t javasoljuk megbízni, a harmadik pedig, hogy a testület megbízza a szükséges intézkedések megtételével és a tervezési szerződés aláírásával. Van-e kérdés? Ha nincs, akkor név szerint szavazunk. Hoffmann Pál, Ági Csanta, Csurcsa István, Parka Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergi Csillés, Malackó István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Bukov Máté, 10 igen. Igen, a partnerségi egyeztetésről szóló helyi szabályozás hatályon kívül helyezése pénzügyminőség tárgyalta, kézfelműléssel szavazunk. Aki egyetért jelezze. Egy hangon elfogadnak. Az egyébekben kérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Valami, köszönjük, hogy És az még a folytatás is következik, meg hát az, ahogy a fülösítés, meg a tavasz meg a szépítés, mert még hatásosabb lesz. Köszönjük szépen! Húzott Szibát keresett meg, 2017-ben mindenki is megkérdezett, hogy az a szerzőtelek, Kúzó Szipán, a Kúzó Negyvég, a Kúzánál. 2017-ben volt egy gondolat. Neki is van, te ki azt mondtad? Igen. Vagy nektek? Neki. Neki. Azért keresett meg, hogy 2017-ben volt egy gondolat azon belőle, ennek ezt kívánják, hogy nem történt semmi, és most sem valami. Hogy mikor lehet abban valami, mikor elindéződik. Polgármester is még levegőt vesz, azt mondja, én is már minden képviselőt most már megkeres ezzel a témával azóta, hogy a területileg nyilvánítva. Csak a lehetősége, amely a belterületi nyilvánítása. Ő még külterület már nincs is. Folyamatosan megkapja ugye azt a választ, ami arról szól, hogy mi hatáskörünkön kívül van, annak a csomagnak az elvizsgálása, amivel ő is nem kívánok, és ezt vele egyre elhozhatod együtt. Ezt úgy három hetenként fújra megtanulni a módszó vele. De jó, nem, én azt javaslom, hogy a kérdést a jegyzőkönyvbe veszünk, és 15 napon belül irányból válaszolunk, mert nem tudjuk pontosan, hogy melyik területről van szó, nem tudjuk, hogy a szabályozás konkrétan mit jelent. Így kapásból, és a válaszokból egy irányban megadjuk. Ha nincs, akkor mindenkinek köszönöm a részvételt, a további jó
küldetek.